Sziasztok csillimániások, Gábor vagyok a Burning Angelből, és üdvözöllek újból a mai videómnál. Egy nap késéssel, mert tegnap főztünk és kicsit elment az idő, illetve elnézést szeretném most kérni hirtelen azért, hogyha eltűnök vagy felsikítok, paprika ugyanis itt mániázik az ölembe lábamba, tessék integes, cica, oda néz. Szóval most ilyen állapot vagyunk, mert nézzétek mennyire gyönyörűre megnőtt a kis büdös. Na, szóval a mai téma egyik, hogy hát elvetettük a magokat még múlt hét elején, és már ki is keltek. Ami nagyon meglepődtünk pedig az, hogy az első kelő az nem más, mint a Corona Reaper, amire hát általában az a jellemző, hogy későn csírázik. Jól van. A másik témakörünk pedig a Habanero, ugyanis az egyik cucc, amit csináltunk, illetve újból, az pedig a Habanero csöppök. Emellett a Habanero, akkor elhoztuk egy szlovák, egy pontosabban pozsonyi csilisnek a termékét, Bajgaiditól a csoki habás szirocsáját, illetve résznek hát ide tettem két másik termékünket, amelyikben Habanero is van. Szóval, cica. Elnézést, csak hát nekem a büdös, az nem akarom, hogy leessem. Szóval, a Habanero csöpjeink, tessék, meg lehet nézni, hogy van fény, hát így Habanero extra. Ez egy csöppös, folyékony cucc, aminek a, így néz ki a teteje, és nagyon könnyen adagolható, óvatosan adagolható cucc. Szóval nézzük meg, látjátok, itt szépen lehet csöppenteni. Most egy, kettő csöppelék, egy folyékony, ezt, na, ízvilágban, annyiban másabb a miénk, a legtöbb ilyen fellelhető az, hogy minket szépen fermentáltuk, pontosabban lassan érleltük, egy kis ecetes sós érlelést végeztünk vele, azon kívül, hogy megőrzi a Habanerónak a jellegzetességét, tényleg azt a citrusosságot, illetve enyhén kis gyümölcsösség ott van benne. Ezen kívül, ami pluszt ad a só és az ecet, illetve az érlelés, hogy mélyebbek az ízek, kis fermentációs beütéssel, illetve az angolok vagy az amerikaiak hívják ezt az ecetességet, ad neki egy zinget, még egy plusz csavart. Nagyon büszkék vagyunk amúgy erre a szószunkra, ugyanis már az első adagot azt úgy eladtuk, hogy igazából kisaraktuk nagyon a piacra. A második termék, ami itt van, az nem más, mint Bajgaidinak a csoki habaneros sziracsája. Gaidi, Martin Gaidos, ő egy pozsonyban élő csiliszósz készítő, és két helyen termel, egyik a pozsonyi családi ház kertjében, illetve nálunk úgy mondják Hata, ez pedig a Weekend háza, és leginkább Habanero is attól fölfele való szószokkal dolgozik, vagy csilipaprikákkal, és fermentálja őket, ebből készít sziracsát, ez a fő profilja, a sziracsák. Ezt a csokohabáját én még annak idején egyik piacon csencseltem vele, igazából ez a második üveg, már kimondottan erre tartogattam. Nekem nagyon-nagyon bejött ez a szósz, ugyanis azon kevés csokisok közé tartozik, ami nagyon megőrizte a csokihabának azt a kakaós fanyarságát, kesernyűségét. Kellemesen folyékon, talán icipicit jobban is folyik, mint kellene, de viszont színe gyönyörű barna. Illatán érezni az, hogy elindult ennek is a fermentációja. Ugyanis van egy kis szinte balzsamecetessége, pedig az összetevőik csokihaba, borecet, nátszukor és só. Szóval nézzük az ízvilágot, meg az illatot. Kellemes parfümös, pici ecetesség, ott van a, tényleg a csokihabának a komplexitása. Ízben érezni az, hogy összeértek, ereje is van, picit a
cukor elveszi az ecetnek a savanságát, de az egészben még mindig ott dominál a csoki hava. Ah. Hú, igen. Jó cucc, azért nem hiába ízlett nekem. Gajdival leginkább Pozsonyban és Pozsony környékén lehet találkozni, street food fesztiválokon, de egyre jobban most már megtalálható különféle egyéb rendezvényeken is, hát figyelni kell esetleg az ő oldalát. Olva, azt hiszem, hogy ennyi most már, mert itt paprika mindjárt elalszik az ölembe, illetve nekem is jég a szám. Szóval köszönöm a figyelmeteket, a legközelebb jövő héten találkozunk, nem megyünk piacra. Hideg van, illetve hát főznünk kell most ezerrel, tényleg. Készülünk a pozsonyi Inhebára, ott a Danubius Gastro kiállításon fogunk hamarosan részt venni. Jó, köszönöm a figyelmet, és akkor sziasztok!